Az idősek napját október 1-én világszerte ünneplik, ehhez igazodva a várgesztesi nyugdíjasok is összejönnek minden ősszel. Ez a nap már hagyománnyá vált a településen, ugyanis több mint 20 éve minden évben találkoznak. Amikor a betakarítási munkák elvégződtek, összehívjuk a 60 év felettieket. Akkor, amikor indult, akkor a 60 évesek már nyugdíjba mentek. Igaz, hogy az időpont kitolódott, de a hagyomány megmaradt. Általában ma kivétel lesz pont. Általában nem hívunk külső szereplőket, hanem óvodások, iskolások, a helyi ifjúsági és felnőtt táncosok a dalkör énekel, tehát tulajdonképpen bemutatják évről évre a nagypapáknak, nagymamáknak, vagy dédszülőknek, hogy milyen újdonságok vannak. Majd az énekben is hallható lesz, hogy énekelnek, vagy szavalnak németül is, és magyarul is, és ezt követi egy bizonyos vendéglátás, ami nem lesz diétás, de ilyenkor az öregek nem diétáznak, és amikor nem volt Covid, akkor késő estig folyt a beszélgetés. Még a katona emlékek is előjönnek. A mai nap én úgy gondolom, hogy talán nem lesz olyan hosszan elhúzódó beszélgetés, de a jelenlévők és a falu nagy többsége be van oltva. Mindent el is követtünk a védelemért. Remélem, hogy nem lesz rossz vége annak, hogy ma találkozunk. Én is köszöntöm az időseket, mindenben segítenek. Tehát polgármesterként is rengeteg ötletet kapok, néha kritizálnak, amikor igazuk van, vagy olyan kedvesen figyelmeztetnek, hogy ezt másképp szoktuk, vagy mi legyen előnybe, hogy én tisztelem az idős korosztályt, tisztelem a tudásukat, a tapasztalatukat, és szerencsére két fontos szervezet is van nálunk, az egyik egy német kultúregyesület, akik minden sváb szokást megtartanak velünk együtt, és vannak hagyományőrzők, van, amiben összefonódik a kettőjük kapcsolata, és igazából a hagyományőrző klubunk fogja össze a gesztesi nyugdíjasok egy részét, és minden, ami nem a nemzetiséghez tartozik, azokat megcsinálják. Úgyhogy öröm lesz a mai nap, remélem.